Ungvár várnegyede az egyik leglátogatottabb célpontja a Kárpátaljára érkező turistáknak. Nem hiába, hiszen a szovjetet leszámítva itt minden korszak lenyomata fellelhető. A vár és az azt körülvevő épületek természetesen a magyar időkben épültek, de itt-ott akad egy-két csehszlovák vagy éppen ruszínház is. Aki azonban a vidék sokszínűségét egy helyen szeretné élvezni, az látogasson el Rusznák György fantasztikus hangulatú kocsmájába, a Várajjába, amely ma bátran mondható az ungvári szórvány magyarság kulturális központjának. Nyelvében azonban a hely sokszínű, csak úgy, mint maga Kárpátalja, hiszen ahogy a felirat is mutatja, beszélnek itt ukránul, magyarul, olaszul, románul, szlovákul, ruszinul és még oroszul is. Nem tudják megérteni, hogy valaki tud, más nyelven nem csak oroszul. Ezért van ez kiírva. Így foglalja össze röviden Rusznák György Kárpátalja etnokulturális jelenét és toleráns hozzáállását más nemzetekhez. Rusznák úr élete mindig több nyelven zajlott, hiszen felmenői különböző származásúak voltak. 4 nyelven tanítottak, románul, magyarul, ukránul és oroszul. Hát mi gyerekkoromban azt tudtunk, hogy milyen nyelven, milyen nénihez kell szólni, úgyhogy ez egy természetes, normális dolog volt. A nagymamám az Hofer Erzsébet, ez egy osztrák hölgy, nagyapám egy magyar ember, az apukám szintén egy magyar ember, és anyukám egy ukrán nő volt, úgyhogy ez természetesen több nyelven kellett beszélni. Az egyetemen pedig orosz nyelven íratomat fejeztem be, és ezen kívül beiratkoztam 4 évi tanfolyamra Moszkvába olasz nyelvre. Az egyetem elvégzése után egy elemi iskola igazgatója lett, majd csak úgy, mint sok más kárpátaljai, ő is bejárta a szovjet birodalmat és dolgozott annak különböző részein. Később a honvágy hazahívta, de már olyan munkahelyet szeretett volna, ahol a maga ura lehet. Így hozta létre a Várai a kocsmát, mely stílusában a boldog békeidőket idézi. Ez miniatűrebb a Kárpátalja, és én nagyon szeretem a hazámat, a kis hazámat, a Kárpátalját, és a hangulatot meg akarom teremteni. A turisták meg vannak döbbenve, és ilyet sose láttak, és azért meg kell mutatni az igazi kárpátaljai kultúrát. A kocsmáros minden reggele úgy kezdődik, hogy bekapcsolja a jazzt, majd megrakja a tüzet. Vendégeinek, ha igény van rá, szívesen bemutatja hatalmas gyűjteményét, amit még egy antikvárius is megirigyelhetne. 30 év munkája van ugyanis benne. Ez például egy 19. századi prágai kávéadagológép. Ha valaki kért egy fél kilót, mondjuk azt megszabjuk egy fél kilót, látjuk a mérlegre, többlet, akkor viszonyítatik. Akkor lehetett kérni egy másik fajtából. Rusznákéknál a Várajjában különböző rendezvények lelnek otthonra. Gyakoriak az irodalmi estek, a könyvbemutatók, a táncházak és a folk kocsmák is. Az emberek kívánják, szomjazzák ezt az egészet, hogy a saját hagyományokat, kultúrájukat felevelemítsék, és együtt táncoljunk és ünnepeljük azt, ami a miénk régtől fogva. A rendezvényeket a magyarok mellett az ukrán művészetértő fiatalok is kedvelik. Mesterkurzusokat szoktak itt tartani magyar táncokból, és azok is tanulhatnak, akik egyáltalán nem értenek hozzá, és ez jó. Míg a Szovjetuniónak annó az utópiát nem sikerült megvalósítania, addig Rusznák György a birodalom szétesését követően olyan munkahelyet hozott létre magának, melyről sokan ma álmodni sem mernek. Hiszen a környezet magáért beszél, mondhatni filmbe illő. Itt egy magyar hangulat van. Ez egy fantasztikus dolog szerintem. És magyarnak itt kell lenni a kis hazádba, nem ott a haza, ahol jó, hanem ott, ahol születtél. Az Ungvárra látogató turisták, ha a környék látnivalói mellett a vidék történetére is kíváncsiak, egy egyedülálló időutazás keretében Rusznák György poharazójában megismerkedhetnek az osztrák-magyar monarchia és Kárpátalja sokszínű világával is. Higgyék el, megéri!